ami biztos, az első András király lovagrendet is ideállítottuk egy ágyúval, hogy lőjön szét a fellegeket. Jubilát a Tűzzel Vassal Fesztivál immáron 20. alkalommal rendezték meg Székesfehérvár egyik legnépszerűbb nyári programját. Rekordszámú, összesen 88 késes és kovácsmester érkezett az ország minden pontjáról a Fehérvári Kézművesek Egyesülete és a Magyarországi Kovács Míves Cég meghívására. Így már nem csak a Rácz utca és Kanzen területén, hanem idén először a Szunyog utcában is voltak kiállítók. Szenci Jánosné a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke örömének adott hangot, hogy elérték az induláskor megfogalmazott céljukat, hogy a kihalóban lévő késes és kovács mesterségeket megőrizzék. Elérkeztünk a 20. Tűzzel Vassal Fesztiválhoz. 21 lenne már, ha a Covid nem szól közben, de hát most ünnepeljük a 20-at. Több érdekes program is lesz. A versenyt hirdetünk profiknak és amatőröknek, vasnyújtásról, kovácsolási verseny. Pályázatot írtunk ki Fém a Fémmel címmel, és itt az utcában megtekinthető a nyertes alkotás is. A szerb ortodox templom kertjében megtartott megnyitón Cserpakovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy az ősi mesterségek a hagyományokhoz hűen idén is bemutatkozhatnak. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól fogja magát érezni itt ma a fesztiválon is, a múzeumok éjszakáján is, önnek ugye idén Székesfehérvár a központi helyszíne. Biztos, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek, és remélem, hogy egy nagyon-nagyon szép ünnepnap lesz. A kultúra ünnepe lesz ez a mai nap. Kézműves kultúrától a kultúra más szegmenseig, egészen a gyűjteményekig sok mindent lehet csodálni, ami büszkesége ennek a városnak. A 20. azt is jelenti, hogy ez már egy olyan hagyomány, ami kötelez, úgyhogy bízunk benne, hogy a következő évtizedekben ez a szám mindig szépen fog emelkedni. A köszöntőt követően az első András király lovagrend nagymestere Bence Tamás társaságában a városvezető a tradíciókhoz hűen elsütötte az ágyút, előzve a fellegeket, majd a hagyományőrzők felvezetésével vonultak át a résztvevők a kézművesek házához, melynek kapujára felszögelték a fesztivál emléktábláját. Nagyon hálás vagyok és köszönöm az Egyesületnek, hogy ezt a hagyományt életbe tartja, illetve ezt a rendezvényt megszervezi. Szóval láthatjuk, hogy valóban szinte társadalmi igény van arra, hogy a régi kézműves szakmákat, a tárgyteremtő szakmákat megmutassuk az embereknek, nem csak itt Fehérváron, hanem megyén, országhatáron kívül is. És hát az ilyen rendezvények pedig ezt a hitemet erősítik is, és mindig jó szívvel gondolok erre a dologra, reméljük, hogy sokáig, még évtizedeken keresztül is tarthat ez a fesztivál. Az idei év újdonsága volt az a kiállítás, amely a 20. évforduló alkalmából hirdetett Fém a Fémmel pályázatra beérkezett alkotásokból nyílt a Rácz utca 13 szám alatti portán. A pályamunkákat Takács Zoltán, a Magyarországi Kovács Míves C. atya mestere értékelte. A szakmai zsűri döntése értelmében első helyezett lett a Móri Diós Tibor díszmű kovácsmester alkotása, egy barokk templomba készült egy gyertyatartó. Nagy reményekkel tekintünk a jövőbe, hogy ez itt meggyökeresedik, meghonosodik, és valóban Fehérváron magyarországi kézműves, fémes szakmáknak a otthonává válik, mint ahogy a Tűzzel Vassal Fesztivál megálmodásakor is már az volt az elképzelés, hogy nem csak a késes, hanem a teljes fémműves palettát felvonultatja. A fesztivál a családoknak is kiváló kikapcsolódási lehetőséget jelentett. Népi játékok várták a kicsiket és nagyobbakat, azok és akiket érdekelt, hogy milyen egy kovácsműhelyben a munka, megtekinthettek. Hogyan készülnek vasból a tárgyak, kellékek. Ez a nap ismét megerősítette, hogy a népiparművészet reneszánszát éli, és igenis szükség van az egyedi készítésű minőségi termékekre.